A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Ez itt a Gonosz Swift második évada. A fordított kormányt megtartottuk, de vittünk bele egy kis extrát is. Így van, ezt az autót már ketten fogják vezetni, automataváltós, és a pedálokat áttettük az utas oldalra, viszont a két pedált is felcseréltük. Ismét előre vettük fel az egész évadot, tehát a vendégek nem tudják, hogy mire számíthatnak. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és kezdünk is! A Gonosz Swift mai vendégei Nagy Kamilla és Nagy Dani. Köszönöm, hogy jöttetek, ilyen családi napot tartunk. Melyikötök szokott vezetni, ha együtt mentek valahova? Szerintem ez elég változó egyébként. Én meg vagyok a jobb egyben egyébként. Attól függ, ki fáradtabb, szerintem. És általában ő szokott nyerni, szóval. De csak azért, mert sok Xbox-ozás van ki. Nézegettem az Instádat, Kamilla, és láttam, hogy ugye van Astra kupás is, meg rallycrossos múltad is. Ez mind nagyon hasznos lett ezen a telephelyen ezzel a szilai gépsárkánnyal. De hogy melyik alapvetően közelebb hozzád, a szilártalaj és pontosan menni, vagy pedig az úzás ilyen mindenféle változatos körülmények között? Hát, hogy őszinte legyek, ugye csak a kakaócsringen mentem Astra kupában, amúgy csak aszfaltos. Alapvetően én rallycross bajnokságban indulok. Szóval én úgy gondolom, hogy a rallycross az közelebb áll a szívemhez. Egyébként még annó Swift-tel kezdtem. Nem mondja ilyeneket, mert fel fogják szórni a pályát. Már készítjük a lapátokat. Úgyhogy ez se áll olyan messze tőlem a Swift. Nagyon örülök. És mondd, azért az autóversenyzés az egy hagyományosan egy ilyen férfi öltöző szavú dolog. Ebbe így nőként megérkezni, azt mennyire nehéz ebbe így bele szokni, vagy megtalálni? Nehéz volt, de úgy gondolom, hogy az évek során úgy, ahogy sikerült beilleszkednem, és elfogadták a srácok is, hogy... A testvérem sokat segített, nyugodtan mondja, nem kell szerénykedni. Mindenki, aki beszólt, ennek ment az állas. Igen, persze, ő is elfogadta, hogy néha jobb vagyok valamiben. Aztán majd most már itt egyébként együtt fogunk dolgozni, jó? Úgyhogy ne ellenem próbálj majd. Hány évben köszönök elnézést? Négy. Igen, négy. Na hát négy. Az még egy vállalható testvéri időtáv. Téged talán leggyakrabban a Forma 1 kapcsán látnak, ugye a közvetítésekben kommentelsz, viszont ugye most sikerült bele ücsörögni Zengőjéknél egy AMG GT3-ba. Tehát ez a Mercedes AMG GT-nek a GT3-as változatában, ami van, fura igen, módon nem igen, a 4 liter biturbó, hanem még a régi jó kis 6.2. És milyen jó! Jó az? Nagyon. Hát igen, ugye teljesen más dinamikája van ezeknek a motoroknak, de nyilván a teljesítmény az egy dolog ezekkel az autókkal, a kanyartempó, a féktávok, az pedig egy teljesen más világ. Tehát ugye én mindig is túrautóversenyző voltam. Volt szerencsém még a TC1-es túrautókat vezetni, amik ugye 400 lóerő feletti, de még első kerék hajtású, viszont nagyon aero volt, tehát azok már komoly gyári autók voltak. Ott volt a padás, a gyors kanyarokban pedig kifejezetten trükkös volt vezetni, de ez a GT3-as kategória, ez más világ. Tehát ez azoknál az autóknál is egy 4-5 másodperccel gyorsabb autó volt. Tehát szüre is volt ilyen 260-nál, megérkezel a célegyenesbe, és ilyen 95 méteren tudsz fékezni egy hajtű előtt. Ugye ez egy visszafordító kanyar a Hungaroringen az egyes, úgyhogy jó élmény volt nagyon. Lájkolják a belső szerveim. Hány futamot tervezel idejénre? Hányszor tudsz majd ezzel az autóval felállni? Hát ugye ez alapvetően ez már egy nagy csoda volt, hogy oda tudtunk állni a Hungaroringen, mert az autó az ugye év elején került a csapathoz, de tulajdonképpen a verseny előtt csomagoltuk ki. Tehát sem tesztelni nem tudtunk vele, mentünk egy shakedown-t a Balaton Parkon, és utána a Hungaroringen a GT Open-en kezdtünk el vele menni, és a szerelők is ott kezdték el tanulni, hogy egyáltalán hogyan kell ezt az autót felkészíteni. Nyilván nagyon jó szerelőink voltak, akiknek rengeteg tapasztalata volt, legtöbben ugye Mihalis Norbival az elejétől kezdve ott voltak a túrautó VB-n. Úgyhogy már ez is egy csoda volt, hogy ide tudtunk jönni. Az AMG mérnökök is így csodálkoztak, hogy így hallották a sztorit, hogy érkeztünk meg a GT Open-re, és így vakarták a fejüket, hogy biztos jó ötlet ez. De annak ellenére szerintem elég jó a helyt álltunk, hiszen a tempó azért sokszor ott volt a középmezőnyben. Esőben még az élmezőnyel is fel tudtuk menni a versenyt, úgyhogy ez nagyon jó volt. Meg hát egy nagy dolog, hogy egy magyar csapattal ott lenni egy ilyen közegben, erre nagyon volt itthon még példa, úgyhogy erre büszkék vagyunk. Mikor mehetünk legközelebb, ez nagyon jó kérdés. Nyilván én nagyon szeretnék a következő futamunkon részt venni, de lehet, hogy a realitás az, hogy vagy valami hosszú távú futam így évvégén, és talán inkább a jövő év, ami reális, lehet, hogy több futamot végig tolni. Drukkolunk ehhez. Köszönjük szépen. A következő kérdés mindkettőtökhöz szól. Fiatalok vagytok, benne vagytok a motorsportba. Mennyire hozzáférhető a motorsport 2024-ben? Hogy látjátok, hogy könnyebb helyzetben vagytok, mint mondjuk egy generáció előttetek, vagy ez most így egy könnyebb dolog elkezdeni? Kami? Hát, szerintem mivel más világban is vagyunk, én a rallycrossban mozgok, ő pedig inkább a túraautózásban, így szerintem mind a kettőnek vannak hátulütői a mostani időszakban, mint a régebbiben, de vannak előnyei is. Például a rallycross szerintem elég elérhető.
Igen. A magyar bajnokságok főleg, de nem is olyan nehéz külföldre is kijutni szerintem, míg a túraautó egy kicsit szerintem bonyolult. Hát igen, ugye a pályautózás az azért húzósabb, de vagy a Kami mondta, szerintem ez tök fontos, hogy a rallycross meg az autocross szakág egy nagyon jó belépő kategória, és talán az autó, ami most itt van előttünk, is ugye hasonlít néhány kategóriára, ugye a One Swift kupa is ugye a mai napig. Elégre négy kereke van. Igen. Itt nagyjából véget is ért. Én félek, hogy nagyjából itt véget ért, igen, de talán automata váltót látok, de majd erről később. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból jók a lehetőségek, tehát szerintem ugye az amatőr gokartozásból, ami nyilván ugye ez a pár ezer forintos beszállókártya, utána ez lehet egy reális továbblépési lehetőség. Hogyha valaki pályautózni, akkor azért anyagilag húzósabb. Viszont, hogyha ország specifikusan nézzük, akkor én azt gondolom, hogy többek között a Norbik, vagy akár Weber Gábor, tehát azok a versenyzők, akik ugye többnyire szimulátoros közegből érkeztek, de nemzetközi sikereket értek és érnek el most is a nemzetközi élvonalban, ezek olyan érdeklődést és motivációt jelentenek a társadalom számára, ami miatt nekem például, én például csak emiatt kezdtem el versenyezni. Tehát én, amikor kicsi voltam, nekem a szüleim is versenyeztek, a szüleink is versenyeztek, és ott voltunk rengeteget, de igazán akkor szellemültünk át szerintem, amikor Mihalis Norbi ment például Hungaroringen VTCC-ben, vagy Kis Norbi a kamionnal, vagy Weber Gábor Európa bajnok lett. Tehát, hogy ezek azok az ilyen... inspiráció. Inspiráció is, meg hogy mondjam, tehát így az emberek megismerik ezt a sportágat, és talán támogatókhoz is könnyebben jutunk, ami nyilván nem egy egyszerű dolog, de én azt gondolom, hogy most mondjuk 10 évvel ezelőtthöz képest ilyen szempontból jobb a helyzet, viszont mondjuk az OB, hogyha a gyorságit nézzük, akkor az egy kicsit szegényesebb lett. Tehát van ellen és pro és kontra is van. Azt tudom, hogy a tesódnak a szimulátor az egy nagyon fontos gyakorlás. Te szoktál? Benne vagy? Nem. Na. Nem. Ez szegettünk már. Igen, egy kicsit. Én sose tudtam összerakni. Valahogy nekem a szimulátor az ez nem a valóság. Aztán így hamar fel is adtam. Jól ment szimulátoron, csak igen, ez a feladtam, mert nem mentem eleget történetékkel. Viszont ami, ahol nincs helye feladásnak, never don't give up, az a Swiftünk. Láttátok a pályát? Láttátok az autót? Mire számítotok? Itt káoszra. Kis... káoszra? De szerintem megoldjuk. Milyen szépen leírja ez a szó a húsport, nem? Ez a leges legjobb. Káoszra, katasztrófára, de győzelemre. Igen. Milyen pilóta taktikával mentek? Hát, nem tudjuk, hogy milyen az autó. Az autót, én vélek, hogy ez nem úgy megy, ahogy számítunk rá. Az autót ketten kell vezetni. Tehát ezt az autót két ember vezetni. Sejtettük a meghívás alapján. Igen, de mi a kezébe szoktuk adni a döntést a versenyzőinknek, tehát végig lehet nyomni egy felállásban, de ha úgy érzitek, hogy fordítva jobban menne, három körötök. Három körünk van, három teljes külön. Három teljes kör, a legjobbat értékeljük, tesz szalonversenyt. De mondjuk, de nagyon fontos kérdés, tehát hogy mi elsőre nagyon, akkor azt mondhatjuk, hogy... így toljátok végig. És akkor nincs a másik harmadik. Ki vannak fizetve az operatőrök, és végig kell tolni a Ez nyilván ez egy nagyon jó erős próbálkozás volt, attól félek, hogy a három sesszerig. Én azt mondom, hogy tekintsetek be az ablakon. Döntsétek el, hogy ki hova ül, és én addig a helyére küldöm az operatőröket. Szerintem most átérhetünk a szokatlantól. Hát kezelőszervek itt a lábnál nincsenek baloldalt, azt már láttam, remek. Akkor vagy itt kell húzni a... de nem az index helyett a gáz, nem? Akkor én azt mondom, hogy én beülök és nyomom a gáz, mert a túloldalt keresd inkább. Jó, oké, várjál. Ó, remek. Hozzájöttem a kormányhoz. A legjobb rész, a legjobb rész. Nem az történt, aminek történnie kellett volna. Miért? Hozzányúsz a kormányhoz. Ugye valaki fordítva kötött be valami, gyerekek. Majd szólunk a szemben. Sokat dolgoztam hozzá, hogy így legyen. Na, mit akarsz? Engedjétek meg, hogy... köszönjük szépen, nagyon jó munkát végeztetek, a szerelőkkel majd később adáson kívül beszélünk. Akkor te, jobb adat vannak a pedálok. Igen, én szerintem ott pedálozol? Leszek. Pedálozol? Mint a vízi bicikli. Automata, figyelj, váltani se kell. De neked nem megy jobban ez ellentétes? Nagyon fontos szabály. Nagyon fontos szabály. Aki a pedálokat kezeli, az kezeli a váltót. Ugye lesz a tolatási feladat is. Viszont aki a kormányt kezeli, az kezelheti a kéziféket, ami be van szabályozva. Akkor nekem kell, szerintem is. Én szeretem húzkodni ezt a kézifék dolgot. És van is értelme, szépen befogja, szűkítheted a fordulókört akár. Egyezünk meg abba, hogy amikor gáz nyomnál, ordítasz, hogy gáz. Ja, hogy én csinálok mindent. Persze. Ja, hát persze, hát jó. Kommunikáció fontos. Ja, üljetek be és indítsátok el az autót. Jó, most készítsétek el a fotókat az autóról. Mert lehet, hogy nem így fog kinézni. Futamat követően. Nem akarok nagyképűnek tudni, de lehet, hogy ez a Swift keményebb, mint ti. Ne, a pedálok is ott itt vannak. Uram, atyám. Ez a legjobb rész, minden a testnek.
Ez borzal. Motorra kéne vigyázni egy kicsit, mert még nem beletesse, jó? Oké. Gyerekek! A GT3-ost is itt melegít. Jaj, így, persze. Az uragyomást föl kell építeni hamar. Na jó, gyerekek, itt... Itt még vissza lehet mondani ezt a szereplést? Jó, én nem járulok hozzá, hogy a felvételt megmutassátok, jó? Jó, a munkaadóm nem engedi. Bazd meg. Nem és akkor az R-nél van a... Most nem nyomod a féket. De nyomom a féket. Ja, az a fék. Jézusom, ez nekem adat. Várj. Nem tudom. 3, 2, 1, rajt! Ott itt van a kormány! Igen. Nyomd a gázt. Ez az nagyon jó. Jobb, másik. Jó, oké. Jó, nyomd a finom a gázt. Folyamatos finom gáz jöhet. Folyamatos finom gáz mehet. Másik irány! Jó, mi mehetünk? Oda megyünk. Oda megyünk, jó. Jó, fék. Megérkeztek a Manna ABC feladatot, hogy picit messze parkoltak le az asztaltól. Most érkezik a korrekció. Még mindig nem érem el. Bassza meg. Másik irány. Oké, most ellentétesen menjünk hátra. Oké, és teked ellentétesen, itt a fogunk férni. Jó. Az meg ez... Nem jó? Nem, meg menni nem érem át. Ah! Nagyon jár ki! Na, oké, na, jó, nem, szóval, ez első körül, jól vagyunk. Oké. És arra kell bemenni, hogy ellentétesen. Nem dumálunk, megyünk. Szóval jó, lassan, igen, lassan. Jó. Menjünk egészen hátra, hát tudunk egészen. Igen. Jó, előre. Tedd le, fék, tedd le, oké, és mehetünk. Jó, van, nem tudod a gázt, nyomd a gázt. Nyomd a gázt, ez az, jó, picit lassít el. Másik zárt! Elfér. Néha van egy ilyen üzemzavar. Jó. Balról megyünk, balról kerülj! Nem jó, nem ide kell! Jó, mehetünk. Jó. Jó van. Jaj, de jó. A kompébe, jó? Néha volt egy kis üzemzavar. Nád nem volt, ugye? Nád végig jó volt. Ez az első körös top időd nem jött össze. Nagyon közel voltunk hozzá, csak egy pár perccel lemaradtunk róla. Hát egy lendületes kezdés után egy jelentékeny visszaesés történt. Néztem, hogy voltak ilyen kis szögletes mozgások. Én úgy tudtam, hogy az autóversenyzésben ez a legfontosabb, hogy a szögletes mozgást elkerüld. Igen, beszélni fogok a coachommal. Mert ez botrányos volt. Egyébként a Kamilla jó munkát végzett. Az volt, hogy elején nagyon koncentráltan elindultunk, és akkor megvolt, hogy melyik irányba, hogy tök jól, és ahogy bármi distraction van, bármi zavar van, egyből összeborul az egész. És amikor már egy pillanatra kiesel a ritmusból, rossz irányba mész, neki mész, nem jó, túl szűk, túl fordulsz, aztán te meg nem tudom, csinálj valamit, hogy kiújj azért a izéért. Na most már tudom, most már rájöttem, nem engedett el a izéért se. Mi a rosszabb szerintetek? Kormány nélkül pedálozni, vagy kormányozni pedálok nélkül? Én teljes mértékben megbíztam egyébként a kormányzásában, annak ellenére egy kicsit szögletesen mentünk, de úgy éreztem, mivel, hogy bármikor tudok fékezni. Önmagában az, hogy külön van a pedál a kormánytól, főleg így, hogy mi azért jól ismerjük egymást és megbízunk egymásban, abszolút nem fura. Tényleg, esküszöm, nem fura. De az, hogy minden fordítva történik, az a rohadt idegesítő. Tehát az minimum borzasztóan nehéz. Mondhatok egy időeredményt? 2:05:44, ami egy jó kezdőidő, csak van itt egy hiba, tehát ez így 2:10:44. Itt, amikor rátépted a kézit, sikerült megpuszilni a gumit. Igen, ott a túloldalon le is szedtél egy kis fényezést, semmi probléma, kiszámlázzuk, erre van az autó. Ott, ha nézed, a díszlész megszabadult. Hát szerintem ez eddig is ilyen volt. Szerintem is. Nem volt. Nem. Erről több órán volt. Itt, amikor itt jöttünk. A végén, igen. Az a kérdés, hogy hogy jutottunk onnan ide. Hát ez... Autóval. Igen, nem árt a jó célba bemenni. Az sokat segít a köridőkön, hogyha jó célba
De már megbeszéltük egyébként, az a taktika, hogy amikor kézi, akkor ordítok, és akkor gáz elenged. Ma az volt a... Miért engedjük el a gázt? Első kerek és a jármű. Hát de amikor elengeded a gázt, akkor utána jobban, a pillanatra előre terhel az autó egy kicsit jobban, és akkor picit hatékonyabb. Ezen a helyen máshogy működik a fizika, de rátok bízzuk. Megtartjátok ezt a felállást? Szerintem igen. Hát most már... Jó, akkor... Jó, figyelj, várjál. Elején jól elindultunk. Ott nekem az a segítség, hogyha végig kitartott gáz, és csak akkor fékezel, amikor te érzed, nekem nem kell mondani, amikor te érzed, hogy szűkíteni kell az ívet, majd lassítunk az autón, szűkítjük az ívet. Jó? Ott megpróbálok én közelebb menni, te meg rögtön ugorjál ki. Jó? Jó, oké. Nem tudom, bugozd ki magad a dövből, vagy nem tudom, és utána szépen beállunk, mert utána jó volt, és még itt csesztük el. Igen. Meg volt a taktikai megbeszélés, jutassuk át. Na, gyerünk! Szeretnéd egy héttel hamarabb nézni a Gonosz Swift epizódokat? Gyere a Patreonra, támogass minket, és már most megnézheted a jövő heti részt. Megkészültetek? Nem. 3, 2, 1, rajt! Nyomjad. Másik, nem itt kellett ja. Menni. Ne! Jé, megint. Jó kezdet, fék. Gyenge kezdés, utána is visszaesít. Jó? Vissza! Hát ezt nem fogunk beférni. Most vissza. Várjál. Másik irány! Jó, jók vagyunk. Nem férünk el. Jézusom. Jó, vissza. Előre mehetünk. Uff. Jézusom, nyomjad! Jó, most már ez a gyakorló kör lesz. Igen. Igen, mert nem itt hozzuk az időt. Jó. Jó. Oké, fék. Betekertem a kormányt, hogy mehetünk. Jó. Fék. Mehetünk. Jézusom! Jó, meg ezt, Jézusom! Jövőre jó lesz, ha nem tévesztünk pályát! Bassza meg! Amúgy lehet, hogy még így is jobb lett az időnk, mint az előző. Most lesz az, amit kivágunk a műsorból, ugye? Nem, nézd, azt hiszem a hosszú távú sivatagi versenyekben van az, hogy csak A-ból B-be kell eljutni, és nem kötött a pálya. Ilyen aspirációitok vannak esetleg? Úgy tűnik, hogy igen, ez egy ilyen nem várt fejlemény. Mi történt itt? Annyira ráfókuszáltam arra, hogy megyünk itt rögtön balra, hogy, és hogy merre fordul a kormány, hogy egyszerűen nem. Elfejtettem, hogy körbe kéne menni kívülről. Kamilla, te oldaladról ez hogy? Hát, hogy őszintén kapcsoltam, hogy lehet, hogy nem arra kéne menni, de én bíztam benne, hogy újra... Ja. Vakvezet tud valamit, világtalan. Vakvezet világtalan. Hát, lehet, tudjuk vágni egy kicsit időt, mert nem sikerült. Hát nézd, igazából azért szóltam, hogy légy szíves, álljatok meg, mert hogyha itt adunk is 5 másodperc büntetést, is feltehetőleg gyorsabbak vagytok, mintha megkerülitek a traktorgumit. Ellenben azt láttam, hogy ettől eltekintve, ennek, hogy most egy kis sárga pestéket sikerült felrakni a gumikerékre. Ez igazából dizájnosabb lett így. Egy gyorsító. Ez eddig is lógott, ugye? Hát, nem így szoktuk, de így is lehet. Én megszereltem itt most, jó. Ez, mondom, semmi gond ezzel, mondom az időeredményt. Tehát ugye egy 2.05-ről indultunk, és most egy 1.45-nél vagyunk. Jézusom. Úgyhogy az elején volt 13 Y feleslegesen. De erre az 1.45-re rájön egy ez hiba. Ez egyébként milyen hiba? Hát végighúztad a kocsmát. Jó. Az így 1.50-20. Ó, Istenem. Mi a terv a végére? Esetleg bepróbáltak egy sofőr cserét? Ez most, akkor lehet föl is borulnánk. Tehát... Nem úgy értettem. Minden nem is kellek, elbeszélgetnök értem. Ó, Istenem. Meghúzom a karkötőimet. És most sok. Neki menjünk a harmadik körnek? Hát neki nem menjünk, de próbáljuk meg. Próbáljuk meg. Nézd, én azt gondolom, hogy azért bennetek van egy ilyen 1.20 környéki idő, hogyha
nem mentek el rossz irányba. Ja, meg ha nem ez, meg nem az. Jó. Igen, ugye az autósport a ha versenye. 3, 2, 1, rajt! Ja, oké, nyomatjuk. Nyomatjuk. Már a tempó. Jók vagyunk bőven. Érkeznek meg egyelőre hiba nélkül a feladathoz. Egész közel sikerült leparkolniuk. Nagyon jó, Kamilla már el is vette az üdítőt. Tolatás, jaj, rossz irányba kezdte el sajnos Dani tekerni a kormány. De még talán... Nem barult le! Fordó ütés volt, talán hallottad is. Oké, vissza. Menjél! Tedd le! Mehetünk. Még másik oldalt kerestem a pedált! Jó, mehetünk. Aj, picsába ott maradt, vagy 3 másodperc, vagy ezt, vagy nem tudom, ennyi. Mielőtt megbeszéljük az időtöket, azt szeretném kérdezni. Nagyon kíváncsiak vagytok? Igen, szeretnénk tudni. 1:20-at mondtál, nem tudom, mi lehet a realitás, de remélem, hogy az 1:20 környék ez meg volt. Hát sajnos nem volt. Nem volt meg. Mert az idő. 1, 10, na! 6, 62. Nagyon jó. 2 darab hibával. De várjál. Azaz 1:26. Ne. Hol voltak a hibák? Nem tudom, hallottátok-e azt a kis fémes döndülést? Igen. Letaladták a hordót? Kétszer. Igen, egyszer. És a hordó felborult? Odébb lökött. De felborult a hordó? Nem borult fel. Hát de az volt... Ne. Az odébb lökés. Dehogy is, hát pályabejárásnál mondtátok, hogy hozzá lehet érni, ha nem borult fel. De nem lökni. Oh. Érted? Hogyha így megsimítod elegánsan a tükörrel, vagy egy elegáns drift közben a kocsi fenekével így kizdövolt, az olyasmi okay. Volt, ne? Az elegáns drifttől úgy hallottam, messze voltunk, bár nem láttam személyesen. Nem baj. Kamilla, neked az autóversenyzés az most marad egy hobbi, vagy komolyabb előrelépéseket tervezel a jövőbe? Ezzel szeretnék versenyezni a rallycrossba. Vele! Nézd! Bérautónak odaadjuk, teljes gyári szupporttal, gumikkal, szerelővel. Vagy az Astrámban meg tudjátok ugyanezt csinálni? Bármiben meg tudjuk csinálni. Akkor jó, de ez egy nem szép dolog, tehát itt egyből a hibákkal kezdjük, pedig a szép driftet meg sem említitek. Hát itt mert nem miért? Volt szép drift. Ez a e-drift. E-drift. És neked azért ugye azt mondtad, hogy ugye van az ügynökség, ami a polgári foglalkozásod, van a Form 1-es kommentátor. Emellett így az autóversenyzés az majd vagy lesz valami, vagy nem lesz valami, vagy van egy tudatos terv esetleg, hogy az életedbe ez átveszi a vezető szerepet? Hát jelen pillanatban a tudatos terv az abszolút az ügynökség építése, hát az a tényleg, ahogy mondtad, a hétfőtől péntekig, és még inkább vasárnapig. Ugye, nyilván ismerjük, hogy ez hogy működik. Így van, de ezzel nincs is semmi baj, mert szépen alakulunk, úgyhogy ezen van abszolút a fókuszom, illetve a közvetítéseken. Tehát ezek azok, amikből én most egzisztenciát építek és karriert, és úgy látom, hogy szépen haladok is, úgyhogy ezen nagyon elégedett vagyok, meg nagyon szeretem is, ugye az fontos. Meg az autósporthoz így is közel vagyunk, és az ügynökséggel ugye foglalkozunk versenyzőkkel is, úgyhogy kellemeset a hasznossal, és mellette pedig, hogyha van lehetőségem, mint most, akkor úgy alakítom mindig az életemet, hogy időben ezekről tudjak, és akkor kicsit félrerakok dolgokat, és akkor arra koncentrálok. Például a GT3-as vagy a GT Openre úgy készültem fel, hogy 2 héttel a futam előtt kezdtünk el rá angolulni, ez nem ideális, de akkor abban a 2 hétben mindent félreadottam, és akkor arra koncentráltam, hogy az autót összerakjuk, magamat összerakjam, ugye ott a nagy erőhatások miatt a nyakat kicsit foglalkozni kellett, aztán megoldottuk párnákkal. A jó pilótának nincs nyaka. Ennyi, így van. Úgyhogy ez így lesz. Remélem, hogy lesz azért a következő években még jó kis csapatás. Következő szériában is meghívunk az... Ezek viccet, után? Biztos, hogy benne? Viccet félretéve. Lesz új autó. Viccet félretéve. Mit tervezel a rallycrosszal? Mi a cél? Hát régóta gondolkozok ezzel, még egyelőre megtartom hobbi szinten. Uh-huh. És aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Akárhogy is drukkolunk hozzá, ahogy neked is. Köszönjük egy szépen. Dolgot szeretnék még, hogyha családilag aláírnátok a géptetőt, ugyanis mint korábban ez megint jótékony célra nagyon kerül szuper. Majd elverésre, és szeretnénk, ha növelnétek az értékét egy-egy szignóval.
Tessék. Ahova tetszik, a lényeg, hogy közel legyetek egymáshoz. Ahova szeretnénk. Írjuk ide, így. Még a felére, hogy ne foglaljuk az egészet. Nagyon szépen köszönöm mindkettőt. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy jöttek. Hogy ezt ránk szántátok. Remélem azért idővel szép emlék lesz majd. Persze, még egyet veszekszünk hazafele. A Gonosz Swift következő párosa. Lakatos László és Nigel Stately.